A garázsbenlók elkészültek, a Blejer iskola játszóudvarának nagyobbítása viszont csak most kezdődött. Fejlesztések a lakótelepen. Hogy a fiatalok is szívesen látogassák a múzeumot, egyetemistáknak tartottak órát a Heimat Múzeumban. És zenefelfedező meg zeneöröm élménynap. Nem csak hallgatni, nézni, zenélni is lehet majd a Városházán szombaton, ráadásul ingyen. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kállai Lajos. Jó estét kívánok! Nem betonból, hanem térkőből vannak már az Ifjúság utcai garázsbeállók. Az átépítés költségeit az önkormányzat állta. A munkák nyáron kezdődtek, és ugyan kicsit csúsztak a befejezéssel, de még a nagyobb hideg előtt elkészültek vele. Nem így a Blejer iskola játszóudvarának nagyobbításával, ami csak október közepén kezdődött. Valamikor a nyár elején indult el az Ifjúság utca 20 előtti szakaszon a kapubeállók és járdák rendbetétele. Bár eredetileg együttemben szerette volna elkészítetni az önkormányzat a teljes felújítást, július közepére kiderült, hogy forráshiány miatt a 16-os és 20-as számmal jelzett tömközötti lakóknak egyelőre várniuk kell. A kivitelezés második szakasza csak október közepén indulhatott el, igaz, rendkívül gyorsan haladtak a munkálatokkal. Az itt lakóknak a lakóközössége fogalmazott meg már nem a tavalyi évben, hanem előtte is egy fontos kérést, hogy próbáljuk meg megoldani itt ezeknek a kocsibeállóknak a kérdését. A tavalyi évben a költségvetésünket úgy sikerült megtervezni, hogy a lakótelepre egy közel 70 millió forintos beruházási keretösszeget különített el a költségvetésében az önkormányzat, amiből cirka egy ilyen 50 millió forint került elköltésre a lakótelepre, és ennek keretén belül valósultak meg most ezek a bejárók. Nyár elején indult el az első ütem, forrás kellett rá még biztosítani, és a második ütem gyakorlatilag szerintem jövő héten átadásra kerül és megvalósul. A szomszédban a Blejer Jakab német nemzetiségi általános iskolában is elindult végre a tornacsarnok melletti játszótér kialakítása. A körzet önkormányzati képviselője Stief Nándor április végén még abban bízott, hogy a munkák a nyáron elindulhatnak, és a tanév kezdésre át is adják majd a gyerekeknek az új játszóteret. Nem így történt. Augusztus végén az intézmény bejárás során szembesültek azzal, hogy az iskola kezdésre még a belső udvart sem sikerült teljesen befejezni, a régóta várt plusz játszótérhez pedig hozzá sem fogtak. Erről Lőrinc Mihály akkor így nyilatkozott. A terület bővítésével kapcsolatosan pedig várjuk a szeptember 21-i képviselőtestületi ülést, hogy forrást tudjon biztosítani. Egyébként minden megvan rá, tervek megvannak, a kerítéstervek, a játszóeszköztervek, ahogy a forrás biztosítva van rá, akkor el tudjuk kezdeni. A testület végül a szeptember 21-i ülésén biztosította a szükséges forrásokat, így október közepén el is indultak a tereprendezési munkálatok. Nagy igény volt az iskola részéről, és a gyerekek részéről, a diák önkormányzat részéről, hogy ugye megépülten a sportcsarnok, és ezáltal egy nagy, hatalmas nagy területen nem tudtak sportolni a gyerekek, hogy valamilyen formában ez a játszóudvar kialakításra kerüljön a jövőbe. Valamikor igen találkoztunk tavasz végén, és akkor én tettem egy nagyon bátor kijelentést, hogy milyen jó lesz az, hogyha szeptemberben a tanévet kezdve a gyerekek ezt el tudják foglalni. Aztán jártunk itt szeptember elején, sajnos csúszott, mert forrás hiányos volt a dolog, és más objektív okok voltak, ami miatt nem valósult meg. De a lényeg, hogy az önkormányzat képviselőtestületes döntött a forrás átcsoportosításról, és gyakorlatilag úgy állunk, hogy november közepéig, november végéig ez be fog fejeződni. A játszótér alapterületét már kialakították, a kerítést is elkezdték építeni. A tervek alapján az uniós szabványoknak megfelelő játszóeszközöket már megrendelte az önkormányzat, így ha semmilyen viszmajor helyzet sem adódik, akkor decemberben már használhatják is a gyerekek az iskola kibővített udvarát. A múzeum az dögunalmas. Ezt mondja a gyerekek többsége, valószínűleg azért, mert ők már más világban élnek. Nekik az üvegvitrín mögötti tárgyak nem izgalmasak. Vagyis mozognia, élményekkel, telinek kell lennie egy múzeumnak ahhoz, hogy az felkeltse a fiatalok érdeklődését. De hogy ezt hogy lehet megtenni, vagyis hogyan lehet olyan múzeumot berendezni és működtetni, ami érdekes, a kor követelményeinek megfelelően mutatja be a múltat? Nos, például úgy, hogy egy-egy tanórát a múzeumban tartanak, és nem csak üveg mögötti tárgyakat nézegetnek a gyerekek,
akik nem csak általános iskolások, hanem nagyobbak is lehetnek. Legutóbb például egyetemistáknak tartottak órát a Heimat Múzeumban. Foglalkozunk a németség történetével és múltjával is, illetve nyelvvel is. Többek közülünk magyarországi német családokból származnak, tehát otthon is megtapasztalták ezt a hagyományokat és a kultúrát, de ezen felül az oktatásban, tehát például amikor tanárszakosként, ugye mi már készülünk az oktatásra is, nagyon jó alapot adhat az, hogyha látunk ilyen pozitív példákat, illetve hogy hogyan lehet ismeretanyagot átadni fiatalabbaknak. Ezekre úgy tűnik, ideális helyet biztosít a budaörsi Heimat Múzeum, hiszen itt a hagyományápolás mellett múzeum pedagógiai foglalkozásokba, történelmi és néprajzi előadásokba is belehallgathatnak az ELTE germanisztika szakos diákjai. Nem véletlen, hogy már több csoport is felvette a kapcsolatot a Heimat Múzeummal annak érdekében, hogy részt vehessenek a most megszervezetthez hasonló projektnapokon. Az ELTE Germanisztika Intézetének német nemzetiségi szakirányos hallgatóival vagyunk itt. Az ősziszünetben ugye három projektnapot terveztünk, tegnap Szentendrén voltunk, a német nemzetiségi témájú kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozásokat kaptunk ott a kollégánktól, ami nagyon érdekes volt. Ma Budaörsön vagyunk. Ma több előadást hallgatunk itt meg a Heimat Múzeumban, többek között a tájházakról, tájszobákról, illetve a Buda környéki németség pincei és prisház kultúrájáról. Aztán megnézzük a kitelepítési kiállítást, ugye 70. évfordulóra készült el, és hát találkozunk egy kortanúval is, aki megélte, átélte ezeket a borzalmas időket, és ő is fog nekünk mesélni. Az egyetemekkel a kapcsolatot elsősorban Gajdos Frank Katalin ápolja, a Heimat Múzeum igazgatónője, úgyhogy az ő ötletére kerestük meg az egyetemek vezetőit, illetve az egyetemen oktató tanárokat. Ő neki voltak oda kapcsolatai, részben diáktársai és egyéb ismerősei, és akkor így tulajdonképpen egy ilyen magánszálon indult el az egész, és mivel a Heimat Múzeum nagyon sok olyan témát kínál, ami egyetemistákat érdekelhet, ezért ők nyilvánvalóan kaphatók voltak arra, hogy eljöjjenek ide Budaörsre többször is akár, és részt vegyenek a rendezvényeinken. Adott ugye az is, hogy mi tudunk itt német nyelven előadásokat prezentálni nekik, tehát ez egy másik ilyen érv volt, ami miatt érdemes hozzánk jönni, hiszen német nyelven kapják az előadásokat, ők német szakosak, mert ugye azt elfelejtettem mondani, hogy elsősorban az ELTE germanisztika szakos hallgatóit célozzuk meg ezzel, illetve egyéb németet oktató vagy germanisztika szakkal rendelkező egyetemeket. A magyarországi tájházakról Jaszman Gabriella tartott előadást a hallgatóknak a projektnap első felében. Őt Muskovics Andrea követte, aki a Budaörs környéki présházakról rendezett kiállítás anyagát mutatta be. Ez a tárlat 2014. decemberében került a budaörsiek elé. Egy 18. századi kanonika vizitációban, egy egyházlátogatási jegyzőkönyvben az is olvasható, hogy a helyi plébános arról kesereg, hogy a vasárnapi mise alatt több férfi, illetve, ahogy mondja, minden nemet tekintve, tehát férfiak és nők közül is, többen a pincék mélyén ragadnak, ahelyett, hogy ugye a templomba mennének. Úgy tűnik, hogy a jó bort a régi budaörsi sváb gazdák sem vetették meg, sőt a régi lyukpincékkel épített présházakban általában volt egy otthonosan berendezett kis szoba, ahol a gazda a barátaival, vendégeivel szívesen eltöltött egy-két kedélyes órát, akár a vasárnapi templom kárára is. Miután az anyagot időszaki jelleggel állították ki 2 évvel ezelőtt, a diákok most csak képeken, a néprajzkutató tolmácsolásában ismerkedhettek meg a történetükkel. A disszertációm az Budavidék présház és pince kultúrájáról szólt, és ebből elsősorban a német etnikus jegyeket kell majd kiemelni, vagy arra próbálom fektetni a hangsúlyt, illetve hát ugye a német településeket érintő kitelepítést azt részletesebben is fogom elemezni, hogy ennek milyen hatása volt a présházakra, pincékre, illetve a szőlőbor kultúrára itt Buda környékén. Alapvetően milyen hatással volt? Elég jelentős volt a pusztulás. Andrásfalvi Bertalan az 50-es években azt mondta, hogy a népi kultúra valamennyi elemét ugye erőteljesen érintette a kitelepítés, de leginkább a szőlőbor kultúrát, tehát hogy ott volt a legnagyobb a pusztulás, és hát az általán vizsgált települések közül pont Budaörs, illetve Budakeszi az, ahol az épületeknek például a jelentős része elpusztult.
A hallgatók az előadások mellett megismerkedhettek a város történelmi nevezetességeivel és a kitelepítés 70. évfordulójára rendezett kiállítás anyagával is. Interaktív élménykoncertet tartanak a hétvégén a Városházán. A koncert két szervezője van itt a stúdióban, egyrészt Novák Anikó, aki zeneszerző, karmester és a zeneiskolában tanár, de egyébként sok más titulusa is van, ezt majd jól megbeszéljük később. Másrészt Márton Júlia, aki az Ifjúsági Klub vezetője, mert az Ifjúsági Klub részt vesz a szervezésben. A műsor tartalomjegyzékében én azt mondtam, hogy zenefelfedező és zeneöröm élmény nap lesz. Ez így azért kicsit bonyolultabb hangzik. A plakáton már egyszerűbb, interaktív élménykoncert. Aztán ha hozzáteszünk azt is, ami nekem ebből megmaradt, hogy nem csak nézni és hallgatni lehet a zenét, hanem zenélni is. Ez volt a bevezető. És akkor tessék nekem mondani, hogy mi vár a közönségre szombaton 10 és 14 óra között a Városházán. Valójában egy zenei kalandtúrát szerveztünk, és ennek egy része lesz az interaktív koncert. A kalandtúrán 20 állomáson várja egy család minden tagját. Különböző együttesek, zenészek, a Shine Ifjúsági Világzenei Együttes tagjai, az IFI Klub tagjai, városnak a példaértékű személyiségei, akik a zenéhez kötődnek, és az egésznek a lényege az lenne, hogy mindenki megtalálja azt a zenei arcot, ami neki a legfontosabb, ami a személyes kincsévé válik. De ez mit jelent, hogyha mondjuk valaki a jazz szereti, ha valaki a reggae zenét szereti, ha valaki a technót szereti, akkor is megtalálja? Nem. Ennek a napnak a különlegessége ugyanis egy általánosan átfogó koncepció, ami a kezdetektől épít. Ez azt jelenti, hogy hangszereket lehet készíteni, a hangszereket ki lehet próbálni, hangszerkiállítások lesznek, amik mind kipróbálhatók, minden felfedezéssel van összekötve, és emellett lesz játéksarok, mesesarok, tudománytár, ki lehet próbálni olyan számítógépes programokat, amik zeneszerkesztéssel kapcsolatosak, a hangmérnöki programokat is ki lehet próbálni. Igyekeztünk úgy összeállítani, hogy egy család minden tagja bármilyen korosztályhoz tartozik, és mindenképpen jól érezze magát, és valóban találjon olyat, ami neki a legmegfelelőbb, vagy ami meg tudja szólítani. És ezért gondolom, hogy a legnagyobb népszerűségre Fazekas Drum Killer Andrásnak az állomása fog számítani, hiszen ők több dobszereléssel és dobbal fognak érkezni. Természetesen ezt fülhallgatóval lehet majd kipróbálni. Ez azt jelenti, hogy mindenki bátran kipróbálhatja saját magát, viszont ebből a többiek nem hallanak semmit. És aki azt hiszi, hogy ilyen nagyon-nagyon könnyű dobolni, az majd rájön, hogy egyáltalán nem könnyű. Nem, valóban nem, hiszen aki egy kicsit jártasabb a zenében, és tudja, hogy milyen idegrendszeri összeköttetéseket hoz létre, és milyen óriási koncentrációt, személyiségfejlesztő hatást hoz létre, tudja, hogy a dobosokat tartják félisten kategóriába, hiszen mindenük mozog, egyszerre koordinálják. Nagyon sok vicc is született ezzel kapcsolatban. Amikor ki lehet próbálni azt a számítógépet, amit egyébként a hangmérnökök használnak, akkor az azt jelenti, hogy ott lesznek különböző zenei alapok, és akkor neki lehet állni, keverni? Így van, így van. Tehát ezt ma már, mivel nagyon sokféle módon történik a hangmérnöki munka, laptopokon fogjuk szimulálni, és valóban egy megadott zenéből tudnak kihozni azt, amit gondolnak. Tulajdonképpen az egész napnak a lényeg, hogy tapasztalatokat szerezhessenek az emberek. És mivel 20 állomáson összesen, amit most nyilván nem fogok felsorolni mindent, hiszen akkor nem marad meglepetés, a lényege, hogy nagyon sok vendégre számítottunk, és ezért is megyünk a Városházára, mert kiválóan be lehet rendezni a három szintet ilyen szempontból. Hogy kapcsolódik ez az Ifjúsági Klub? Egyáltalán miért szervezik meg ezt a programot? Hát pont ezt számolgattuk itt az előző percekben, hogy már lassan 4 éve működünk együtt Anikóval. Volt több olyan közös kezdeményezésünk, ami belefolyt a város életébe és nagyobb szinten, mint például a Budaörs Fesztiválon való szereplésében segítettünk a zenekarnak, illetve volt az Idesűs Fesztiválon is fellépési lehetőségük, és hát az IFI Klub falain belül is több koncertet adott a zenekar, mind a Shine, mind pedig a Gandarvák együttes is. Illetve tavalyi évben, illetve az idei tavasszal indult egy óvodásoknak szóló örömtáncház közös zenélés program, amit majd a jövő évben is folytatnánk velük együtt. Úgyhogy több téren is együtt mozgunk, együtt dolgozunk, és amikor Anikó megkeresett ezzel az ötlettel, hogy mi lenne, ha egy nagyszabású egésznapos rendezvényt kerítenénk a zenekar köré, akkor én nagyon nagy örömmel álltam mellé, és ajánlottam
adtam fel így a segítségemet és az ifjúsági klub segítségét ebben a projektben, és most úgy néz ki, hogy akkor a várva várt esemény meg is valósul. Két zenekart említett, ennek a két zenekarnak a tagjai lesznek majd a különböző állomásokon, vagy ők zenélnek is? Igen, ők részt fognak venni az állomásokban, segítik majd a látogatóknak a programokba való belekapcsolódását, és természetesen majd a délutáni esti koncerten is majd fognak zenélni. Úgy kezdtem a beszélgetést, hogy ön zeneszerző, tanár, karnagy, és egyébként van még más titulusa is, mert hogy talán 4 diplomája is van. Mindegyik valahogy kapcsolódik ez a programhoz. Hogyan? Így van. Régi álmom ennek az Uplifting napnak a megszervezése, a mi családi nap. Nagyon sok oldalú tudás szükséges hozzá, és igyekszem felnőni ehhez a feladathoz, hogy ez az álom megvalósulhasson. Ugyanis a napnak a célja egyrészt közönségnevelés, zeneszeretetnek a kiárasztása tulajdonképpen. Bocsánat, álljunk meg, azt mondta, hogy közönségnevelés. Így kell van. És lehet nevelni a közönséget? Így van, természetesen igen. Hogyan? Hát 20 éve foglalkozom ezzel, és bevallom, ez legalább egy műsor témája. Meg azt a zenét, amit eddig nem szerettetek? Nem. Az embereknek a zeneképe folyamatosan változik, és az felnőtt együttesemnek az az alapprogramja, hogy mindenképpen olyan zenét játszunk, ami biológiailag, biofizikailag, pszichológiailag, és egyébként csak hangulatilag is mindenképpen jót okozzon egy embernek, illetve a hangulatot, a pozitív hangulatot segítse. A zenéket szándékosan így írjuk, és így hangszereljük meg. A zenénk valójában egy fúziós műfaj, ami világzene, népzene, klasszikus zene, könnyű zene közös nevezője. És igyekszünk, hogy ez szép és ízléses lehessen. A mai családok és gyerekek zeneképe legtöbbször a könnyű zenén alapszik, és ezért nagyon sokat számítanak a hitzenei műfajok. Aki általában sosem hallott még zenét, és megismeri a Gandharvák vagy a Shine zenéjét, úgy véljük, és az a tapasztalatunk is, hogy mindenképpen el tud indulni a zene felé, a koncertlátogatás felé, a közönség, egy felnőtt közönség kialakulását tudjuk így segíteni, hiszen nagyon sokszor halljuk azt, hogy jaj, nincsen a komoly zenének már közönsége, vagy milyen különböző irányokba mennek el a gyerekek, a fiatalok. Mi azt szeretnénk segíteni, hogy a hangszerekkel kapcsolatba kerüljenek, a zene különböző arcaival kapcsolatba kerülhessenek, de úgy, hogy ez mindenképpen pozitív legyen rájuk nézve. És a kérdésre válaszolva, hogy hogyan kapcsolódnak ide a végzettségeim, mivel az élménynapnak az állomásai nyelvészeti, folklór, tudományos területeket egyaránt felölelnek, ezért itt valóban szerephez jutott a nyelvészeti diplomám is, az, hogy belső ázsiai tanszéken is végeztem, mint néprajzos kutató nyelvész. Nagyon fontos, hogy a mesesarokban például a föld különböző részeiből lesznek összeválogatva olyan mesék, mitoszok, mondák, legendák, amik a zene eredetével, a zene emberre gyakorolt pozitív hatásaival foglalkoznak. És hát mivel játékszabad időszervezőként is végeztem, ugyan Juliék és az ifjúsági klub mellettem áll, de természetesen ezt is így ilyen háttér mellett lehet jól megszervezni, ha az embernek saját végzettsége is van. Mondott egy kifejezést, közben itt rákerestem, azt mondta, hogy uplifting. Elmondom, hogy mi ez. Klasszikus hangszerekre írt, modern ritmus alappal kísért, sokszínű stílus, világzenei és ütő hangszereken is megszólaltatva. Klasszikus és korszerű. Nekem az az érzésem, hogy a táncosokkal beszélgetek, vagy akik igazán profi táncosok, ők azt mondják, hogy persze a táncban is vannak különböző kategóriák, de ez mindegy is, mert igazából a táncos az táncos. Itt van. A zenénél pedig nem mondjuk azt, hogy a zenész az a zenész, mert ott már megkülönböztetünk könnyű zenét, komoly zenét, és még számos más kategóriát. Holott arra is lehetne azt mondani, hogy ő a zenész, nem? Itt és van. Amikor kipróbálunk egy dobfelszerelést, vagy kipróbálunk egy hangszert, akkor feltétlen kell azt kategorizálni, hogy ezzel milyen zenét játszunk, hiszen ezzel lehet ilyen olyan amolyan zenét. Szerintem nagyon jól rátapintott a lényegre. Mi azt szeretnénk elérni, hogy a felemelő zeneélmény legyen a középpontban. Éppen ezért a felnőtt és az ifjúsági világzenei együttesemmel is egyaránt játszunk ugyanúgy reneszánsz jellegű zenéket, mint akár uplifting trance-t is. Pont ez a szépsége az egésznek. Nem mondjam többiet, mert nem tudom már ilyen gyorsan kikeresni. Mondjam újra? Nem, megértettük. Tehát magyarul olyan zenét fogunk majd hallani, és olyan zene készítésében lehet részt venni, ami egy kicsikét megindítja az embert, például a zene szeretetére. Így van. Valójában csak annyi a célunk, hogy
mindenki örüljön. Hogyan kell elképzelni a programot? Megérkeznek a családok, kisgyerekek, nagygyerekek, gyerek nélküliek, és ők akkor kapnak mondjuk egy lapot, és akkor végig kell menni a különböző állomásokon, ott mindenhol lepecsételik, és ha a végére érnek, akkor majd kisorsolnak közöttük egy nyuszit. Szóval, hogy néz igen, ez majd ki? Igen, valahogy így, sőt, konkrétan így, igazából szeretnénk egy szép fogadóteret kialakítani ugye a Városházának az aulájában, ahol jó magam és kollégáim, illetve még a városból egy-két személy, akit megkértünk erre a feladatra, ők fogják fogadni a látogatókat, kapnak egy kis térképet a kezükbe a különböző állomásokkal, és minden állomásnál természetesen várja őket egy segítő, egy állomásvezető, aki elmondja, hogy az adott helyen milyen dolgokat lehet kipróbálni, és ezeket hogyan kell kipróbálni. Lényegében ez fog zajlani 10 órától egészen 2 óráig, úgyhogy nincs ahhoz kötve, hogy hol kezdik a látogatók a nézelődést, illetve az állomásokat melyik szinten kezdik, az alsón vagy az emeleti részen. Igazából körbe kellene járni, és hát az a lényeg, hogy mindent kipróbáljanak ebben az időintervallumban. Hozott CD-ket hallottunk már zenét önöktől, de csak ez a fajta zenei stílus jelenik majd meg, vagy csak minden hallható és játszható ott? Pont ez a napnak a lényege, nem? Így van, mind a két kérdésre igen a válasz. Egyrészt a saját zenei stílusunkon keresztül szeretnénk megmutatni az embereknek a zeneszeretetet, de magán a megnyitón, illetve az élménykoncert részen közös zenélésre is lehetőség nyílik. Külön lesz dobsó, amikor a közönséggel ritmusjátékokat játszunk, és reméljük, hogy ez mindenkinek örömöt fog okozni, hiszen általában erre az emberek szíve mindig megnyílik. Ugyanakkor a megnyitón népdalfeldolgozást fogunk énekelni, a város iskoláinak és zeneszerető kórus tagjainak közreműködésével közös számokat hozunk létre. A nap egyik legfontosabb célja, hogy kiderüljön, hogy együtt mit hozunk létre. Budaörsváros kulturális élete hihetetlenül gazdag és színes, nagyon sokoldalú, és ehhez egy olyan formában szerettem volna hozzájárulni, hogy akik a zenét nagyon szeretik, annak a rétegnek is meglegyen az, amire vágyik, illetve akik még nem kerültek kapcsolatba a zenével, az ő szívüket is ki tudjuk nyitni. Meglátjuk, hogy hogyan sikerül. Szombaton, november 12-én 10 és 14 óra között a Városházán. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönjük szépen. A Budaörsi Televízió műsorának folytatásában most a Budaörsi DSE Gödöllői RC ellen játszott női bajnoki röplabda mérkőzését nézhetik felvételről. Azonban még előtte megmutatjuk a következő pár nap kulturális program kínálatát. A Barátom Gombocska és a Mágikus Levelek története című mesejáték várja a családokat az ifjúsági klubba kedden és szerdán 10 órára. Görgei Artúr halálának 100. évfordulóján megemlékezést tart a Magyar Történelmi Szalon kedden 18 órától a Művelődési Központban. A belépés ingyenes. Az istenhitről, mint életformáról beszél Vince Krisztián görögkatolikus pap, a Szent Demeter görögkatolikus egyházközség Bizánc öröksége című előadás sorozatának keretében kedden 18 órától a Posztárton. A belépés ingyenes. A Magyarországi Szerb Színház hozza el Jávor Pali utolsó mulatása című előadását a Jókai Mór Művelődési Központba szerdán 18 órára. Jávor Pál szerepében Benkő Pétert láthatják. És Mészáros Ágira emlékezik a Helyi Teátrum szellemidézés sorozata az Adler Kávéházban szerdán 18 órától. Ezzel a Városi Magazin végére értünk. Van egy új e-mail címünk, ez az, hogy bvtv@bvtv.hu. Ide is írhatnak nekünk, de a régi is működik, a szerkesztőség@bvtv.hu. Látják telefonszámunkat is, ha van véleményük akár a mai témáinkkal kapcsolatban is, vagy kérdésük, akkor hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk. Mára köszönöm a figyelmet, találkozunk szerdán, viszontlátásra!